20 évvel ezelőtt Pünkösd napján szólalt meg először a katolikus rádió. A középhullámú sugárzást felváltotta az ultrarövid hullámú sugárzás, de az nem változott az évek során, hogy a műsorok készítői szeretnék a legfőbb üzenetet átadni. A keresztény tanítást hirdessük. Úgy mondjuk, hogy preevangelizálni akarjuk a társadalmat, fölkészíteni arra, hogy az evangéliumot befogadja. Ma sokan vannak, akik keveset tudnak Istenről, egyházról, és amikor találkoznak egy kifejezéssel, egy egyházias kifejezéssel, nem tudják, hogy miről is van szó. Készíteni, tanítani, fölkészíteni kell az embereket, a társadalmat arra, hogy ezt az evangéliumot befogadhassa. A Magyar Katolikus Rádiót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2004-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a magyar társadalomban a keresztény világnézetet, életfelfogást megerősítse és terjessze. Közszolgálati műsor struktúrájával segít eligazodni és tájékozódni a közélet számtalan területén és a mindennapok kérdéseiben. Közszolgálati tartalmakkal végezzük a püspöki kar által ránk rót, vagy hát lehetőségként elénk tett szolgálatot, hogy evangelizáljunk. Ezt közszolgálati tartalmakkal tesszük, az első perctől kezdve, most is így van, a közszolgálati tartalmak lényege, hogy mindenről tudomást szerezhet a hallgató, ebből a rádióból, ami a világban egyáltalán érdekes. De ezt a Katolikus Egyház platformjáról kapja, a katolikus meggyőződés, tanítás és hit fényében. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja emléknapján közös imádságra várták az egyházmegye papságát, a szerzeteseket, a fiatalokat, a családokat, a Prohászka Imaszövetség tagjait, a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Bodajkon vagyunk a legősibb Mária kegyhelyen. Ugye a történelmi Magyarország területét figyelembe véve is ez volt a legősibb zarándokhely. Nyilván a vallás itt átjárja a települést, úgyhogy ennek megfelelően nem csak polgármesterként, hanem magánemberként is üdvözítek minden olyan kezdeményezést, ami az egyház életét, a vallásosságot előre viszi. A Magyar Katolikus Rádió szerepet vállal a katolikus egyház tanításának hirdetésében, a magyar és az egyetemes kultúra, az anyanyelvünk értékeinek megőrzésében, határon innen és túl.